Na csácsó, mi csinálta ezt a csokolád, és szevasztok gyerekek, üdv a csatornán, kipörjelentkezik a következő videóval, ami nem lesz más, mint egy mondom Spitayers, és tudom, hogy nem Spitayers, hanem Madrunner, de úgy gondoltam, hogy ebben a sorozatban illeszünk bele, és azért ez a neve. Úgyhogy ne írjátok, hogy ez Madrunner, mert tudja a keeper, nagyon okosan tudja. Hú, figyeljetek, egy kicsit leültünk a Chernobyl DLC-vel, nem? Egy kicsit úgy visszafogottak voltunk, azt a keeper azt nem szereti mindig hosszú távon csinálni, hanem kicsi őrületet is bele kellene vinni a dolgokba, ezért hoztam nektek egy valami csodálat. Hoztam nektek egy 1500-ös zsigulit, egy 4 körlámpás szupergépet, meg hoztam nektek bágyagépeket, és kicsi challenge-et felállítunk magunknak, gyerekek, az a szituáció, figyeljetek, hogy. Na, egy kicsi szitu, az az igazság, hogy itt valamit ki kellene találni, és akkor ezt végighez kellene vinni. Az a lényeg, de azt hisz az a lényeg, hogy a zsigulit azt megpróbáljuk eljuttatni X helyre. Például el kellene vinni, mondjuk, a full stationbe. De azt hisz zsiguli oda fog eljutni. Mit lehet rárakni? Ne már villogot, hallod? Villogot rá tudod csapni, azt akkor a nagyon ikomból. Idder cool, ne! Föl tudod coolerezni, vazze, ne szorakozzál, mit lehet még tető csomagtartót, nem szereti. De miért? Miért? Ja, mert a flashlight, hát akkor mégis egy tető. Intercoolert. És mi ez? És egy alternatív kipufogót. És mi ez a lámpa? Ez. Ó, hallod izé? Nagyon kamaj, hallod? Nagyon durva. Enduljál meg. Na, most akkor mehetünk. Mondom, indulj meg. Hallod gyerekek? Te zsigaz... Azért ne haragudjatok, de szerintem most ne haragudjatok. Ennél azért jobban kéne teljesítenünk. Menjél már Morena, verest. Ha mi van, téli guminukú? Azért mondjuk nem kicsi a sárna. Figyeljetek, tuti meg fog indulni, kuleres a verde, úgyhogy nem fogja megfőzni magát. Mindjárt jön a pisz meg a hu. Itt van egyébként egy ág, azt különben ugye repesztenénk, tuti gyerekek. Ugye pillanat alatt el fog indulni a keeper, berakja a rettenetest, hallod? Pörögnek a kerekek. Kifogy az üzemanyag, amire elindulunk, én úgy érzem. Na. Úgy, meg kell hintáztatni, tudod? Hopp. Oda nézzél, a keeper azért vágja a témát. Berakjuk a rettenetest mindjárt. Hát menjen. Mi történt? Megállt a tudomány. Hát lehet, hogy nem ide tervezték ezt a zsigát. Tehát egy kicsit erős lesz neki ez a terep. A terep viszonyoknak nem megfelelő a felépítmény. Na, menjél már. A cooler leér, gyerekek. Leér a cooler. Meg van ültetve a gép. Lehet ez a baj. Hallod, még a garázsból nem jutottunk ki. Leveszem a coolert. Levettem a coolert, mert baj van. Na, így most már megindulunk, mint a tavaszi virágok, mi? Hát egy sperdifi azért lehet, hogy adta volna alá. Hát jó van gyerekek, azt hiszem, hogy másik projektnek kellene nekiállni, figyeljetek. Amit még hoztam nektek, csodálatos excavátor. Ez csak az alváza, nem kell megjedni, nem ilyen a berda. Lehet ugye különböző felépítményeket rakni, de nem kicsit. Na, egy ilyen csodálatot. Meg egy ilyen csodálatot, egyébként bányagép vágjátok. Meg egy ilyen csodálatot. Ezt szerintem így felkapjuk, azt a zsigát szerintem felszórjuk, mindjárt mutatom, hogy hova. Csak lesznek bajok itt egyébként, nem lesz olyan egyszerű, hogy ez az egész rájöttem, mert megint hülyeséget csinált a képer. Na figyeld ide, ide fel kellene rakni, csak az a baj, üzemanyag szerintem ebbe. Mennyi van? Hallod? Hány liter? 200 liter az még? Egy gázfröccs lesz szerintem nekünk. Na mindegy, induljunk meg gyerekek. Induljunk meg finoman, vigyázzatok. Kicsit távolodjál el a Verdától, kérlek. Csak azért egyébként, hogy nehogy jól érezze magát az a zsiga. Várjál. Azért, hogy ne érezze olyan jól magát az a zsiga. Na. Úgy egyébként, ez az. Még nem nagyon nyomtuk bele a sárba, tényleg teljesen frankomit, de várj, van difizár, ne vicce, oda nézzél, hopp, még egy picit oda-vissza. Úgy bár, hallod? Nem látszik ki a Verda. Oda nézzél testvérem. Na,
Aztán akkor most már, hogy egy kicsit megjárattuk a sárba, akkor már szerintem az excavátorról mindenképpen fel kellett dobni, gyerekek. Nézzük meg, hogy működik. Hát nem tudja a Keeper rá. Most elindította a videót, az csodálatos, csodálatos dolgok történnek. Éppen kicsit közelebb jár a Keeper. Ki? Mik ezek a hú-hú? Na! Adjál neki, Sándor! Most mi van? Összkerék, diffit, csapjad! Csapjad! Igazából, oda nézni, 100 liter teszik másodpercenként a vér, de tök jó lesz ez. Kicsit odébb jártam már, ez 10 liter. Nagyon jó egyébként, de ez tökre 11 liter refugál. Hallod, 11 liter megestünk ennyi távon. Meg megint 3-at. Itt az alapjáraton többet teszik, mint én. Na! Álljál meg, Sanyi, befogjuk a kéziféket, azt megnézzük, mit tud a Verda. Oké, letalpalunk szerintem. Ez így. Vigyázz odébb, testvérem. Zsigulival. Ne, rátalpalt a zsigulival. Jó van. Oké, jó lesz egyébként. Na, letalpaltuk a Verdát, most akkor kell a Grabber. Meg Grabber. Kicsit, aha. Oké, Krane. Azt kell. Gyerekek. Hát ezzel kicsit megfogom, jó? Picit megcsipjük. Mert ezt egy kicsit ki kéne nyitni még jobban. Hogy kell? Á, így. Szerintem feldobom a platóra. Az a biztos, nem? Jaj, várjál. Az a baj, hogy így. Na. Krone. Hogy kell? Aha. Jaj, elnézést. Elnézést, uram. Semmi probléma, semmi probléma, probléma, jaj gyerekek, jajaj. Jajaj, várjál, meg kéne csipni a hatossal. Úgy. Finoman, egy finom, egy nagyon enyhén, még finoman megcsiptük egy kicsit a Verdát. Jó. Várjál, hallod? Egy kicsit átment rajta. Jaj, testvérem. Nincs semmi probléma, ugye? Nincs semmi probléma. Ugye beteszem oda, aztán akkor nem lesz. Egy kicsit nyugtalan a gép. Várjál. Nem tudom jobban kinyújtani. Nem jó a dolog, várjál. Oda rájárok. Rájárok a másikkal. Úgy. Szerintem ez jó, oké. Azért sikerült elérnem szerintem azt, hogy bolond gameplay lesz. Ó, de jó van, oké, barátom. Na, csak az a baj, hogy nem tudom, hogy fogom ezt megoldani, hogy kiessen onnan. Ess le. Essen le. Hallod? Kifordult a hátsó híd. Zsigár. Átülünk a másikba, mindjárt meg lesz. Semmi gond, gyerekek. Semmi gond. Semmi gond. Na várjál. Úgy. Okosba. Okosba várjál. Úgy. Úgy. Nehogy kiessél, barátom. Úgy arra dőljen. Oké, zsoké. Megoldódott a keleti kérdés. Mehetünk. Mehetünk. Nem tudom, meddig fogunk eljutni ezzel, hallod? Egy kicsit betolatok a izéért. Üzemanyagért. Hallod? Tolató lámpa világít. Van egy hátsó hidunk, mi? Van egy hátsó hidunk. Nincs semmi gond. Ura vagyok a helyzetnek. Ura. Na! Oké, figyelj, most megvoltunk. 23 liter tevet ennyig. Ha meddig fogunk eljutni ezzel, testvérem? Ezt a C akár hányasat fel kellene szabadítani nagyon gyorsan, és akkor ezzel el tudnék menni üzemanyagért, nem? Hallod, ezt nagyon kellene veretni, na! Difizár nem kell, hanem... Adjuk neki, Sándor! Amit bír! 26 liter teszik percenként, baze! Kell a difizár. Oké, levettem, hallod, mert ezt nem fogjuk bírni ezt agyagilag. Nyomjuk neki! Még van 192, 191 liter üzemanyagunk. Hallod, ki se megyek ide, azt már elfogy a üzemanyag. Várjál. Jó lesz ez, érzem. Várjál, nézzük egy belső nézetet. Oh! Hallod, ez nagyon adja, akkor a... A szobámra nincs ekkora, hallod, mint ez a vezetőfülke. Na. Hol van az üzemanyagunk? Hallod, ki van feszülve a mutatóban, a szegénységhez világít.
180 literünk van. El kell jutnunk oda, azt akkor felszabadítsuk, azt szerzünk üzemanyagot, ebbe kell 2 millió liter üzemanyag, hogy valamit is tudják kezdeni vele. 15 liter teszik 100-an gyerekek, 18-at. Jó lesz ez, megoldja a keeper, nem lesz itt semmi probléma. Ide beverünk, beverünk ezzel. Kitaláltuk a challenge-et. Ide menjünk be, úgy kicsit eltiporjuk a fákat. Ne bazze. Kell a difizár neki néha. Igényli. Ja, itt el fogunk férni, Bore? Nagy gázzal? 3 divics, tessék. Kölle a hülyeség. Már csak 165 literünkben nem fogunk beférni ide barátaim az úrba. Így értek el. De ez nem tudom miért csinálja azt, hogy visszaegyenesedik a izé. Te fiú. Nagyon kiforgatom, visszaegyenesedik. Ugye, elhajlik, jó van. Oké, okay. No problem. Hó, pont üzemanyagos verdá, gyerekek. Jó vagyunk. Na, szabaduljál fel. A bányagéppel csapjuk. Hogy? Na, szabaduljál már fel. Na, mi van, mi ez a verda? Valamit ugye felszabadítottuk, csodálatos módon. Egy zil? Nem, Ural. Egy Ural. Egyébként van benne üzemanyag? Hallod? Izébe? Tankba? Hát ez a körülnék. Na várjál, megnézzük. Tudok-e tankolni? Hogy kell tankolni? Mivel? Nem már! Hallod? Tudok bele dobni. Ó, mi az? Aha, dobtuk bele üzemanyag. Várjál még. Oda nézzél. 700 liter. Szerintem ez elég is lesz egy darabig. Na figyeljetek, akkor ki kell találni, hogy merre megyünk. Hú, ezt is fel kellett volna dobni, gyerekek. Ezt még fel kéne dobni, el kéne jönni gyorsan izével. Excavator platformal. Eljövünk, gyerekek, azt izélünk, azt csináljuk, tudjátok mit. A hülyeséget. Na várjál, mit. És mi van? Ja, el kell indítani a motort. Na figyeljetek, azt csináljuk. Ezt meg restoroljuk, úgy, azt elmegyünk, azt még felküldjük oda. Nek fel kéne tankolni, úgyhogy egy picit hátra megyünk. Ne fütyülj! Elvileg a másik eljutott addig, akkor ennek is el kell. Na, úgy. Jó, adjuk neki. Gyerekek, földobjuk még azt is a platóra, aztán akkor mehetünk. Szerintem az úgy jó lesz. Egyébként furcsa dolgokat csinál itt az irányítás. Ügyileg, mert mindig visszafordul. Szerintem lehet, hogy ugye karmányom volt, és még mindig itt meg van baladdulva. Várjál, nincsen meg baladdulva? Control. Controller. Jaj, ez nem az. Jaj, várjál. Control, wheel. És akkor ezt default. Yes. Jaj, ne, hogy kifagyasszuk, Mare. Jaj, ne. Várjál. Ezeket ki kell kapcsolni, keyboard, ugye? Az legyen, oké. Okay. Lehet, hogy ez volt a probléma. Figyelj, most ha kitekerem. Mert azt csinálta, hogy önállósította magát, de szerintem ez volt probléma. Jó, csapjuk neki. 174 liter, de miért? Hallod, ezt többet teszik. Jaj, 80 liter, hallod, összkerék diffizárt kapcsolt ki, képerben baj lesz. Hallod, elviszik a drótokat. 30... Mennyi? Hallod, 40 liter teszik. Jaj, gyerekek. Megyünk gyorsan. Ezzel mi? Hallod, ennek ez a vége. 5x5-ben vagyunk. Ez a vége. Rettenetes neki. Hát ez nem viszi. Ójjaj, 154 liter. Nem fogunk elérni addig, gyerekek. Kell kapcsolnom neki egy összkereket, vagy difizár, vagy valamit. Raktam neki difizár összkerék. Hallod, így 126 liter teszik. Ne! Menj! 126 liter század. Várjál, ki kell kapcsolnom difi összkerék, mert... rámegyek a gatyát. Hát mi ez? Mit teszik? Mi csinál? Milyen motor van ebbe, te Isten? Hallod? Alapjáraton eszik 40 liter. Itt befordulunk. Figyeljetek, azt is meg tudjuk csinálni, visszajövünk egy kicsit, hogyha ez lekotkodál, úgyhogy hagyjunk benne egy kis üzemanyagot, hogy tudjunk vele exkaválni. Az exkavátorra exkaválni kell, gondolom. Hallod? Elférünk? Hát brutál a verda, na. Na! Nyomjad neki. Ja, összkerék difi, hallod? Megint 140 liter, 120 liter teszik. Hallod? Nehogy én itt tolodgatni kelljen difivel.
Jó, összkerék, diffi zár kikapcsol. Kicsit itt megpróbálunk okos. 70 liter tolatba, vagy mit csináltál? Ne vicceljetek velem, gyerekek, mi ez? Mi ez izé? Itt nem eszik be az atomerőmi paksom, vagy az... Jaj, az nem eszik semmit. Jaj, te Sanyi, most baj van. Most van baj. Állj. 100 liter, hallod? Meg kellett amit takadnunk. Kerék diffi kikapcsol, hallod? Elfogy, az, elfogy a nafta. Ide befordulunk. Okosba. Hallod, azért ezt sikerült megoldani szerencsére. Okosba itt kicsit tolat, kicsit tolat. Meg már fönforgás van. Összkerék diffi be. 50 literünk van, hallod? Ezt be kell osztani. Mint Piri néninek a permetező vizet. Úgy, szerintem ez itt nagyon jó helyen vagyunk. Jó, oké, várjál. Azt mondja, hogy 7-es. 8-as. Hallod, eltolom a fát, hallod? Lerakom a talpakat. Oké, na, ezt a verdát, ezt feldobjuk még oda platóra, semmi perc alatt. 4-es, crane. Úgy, okosba, nem kell itt kapkodni, keeper. Mit fogjuk meg? Ezt itt megfogom, szerintetek jó lesz? Szerintem jó lesz. Várjátok, előleg lehet fordítani rajta. Álljál meg, Sanyi. Hallod, lenyomom? Ezt figyelj. Blüt! Így kell ültetni ízeit, uralt. Blüt! Na, elvileg lehet forgatni. Rotate. Valamit. De hogyan? Várjál. Move horizontal. Rotate. Az azt mondja space. Így. Aha, ezt akartam csinálni. Na, és az erre meg vissza. Jó, ez nem kell nekünk most. Ötös rotate nem kell. Hanem kell a hatos. És akkor ki kéne nyitni? Hogy kell kinyitni? Ez mindig így... De, nem ezt, nem ezt, nem ezt, de... Ez, így... Úgy... És vedd le... Úgy... Kicsit előbbre... Úgy be az ablakon begyúlunk... Készüljél, Sasa... Na... Így, megcsipi a képer... Úgy... Üljél szépen, na... Akkor... Hatos... Kicsit finoman megcsípjük, nem durván. Finoman, és megpróbáljuk megemelni. Mondjuk jó lenne emelni. Ha? Kicsúszott More? Ott hátul kell megcsípnem, várjál. Hogy szét töröm a verdát, gyerekek. Ne följebb. Itt kellene seggit. Seggi? Na várjál, ötös rotatek el. Úgyhogy... Így valahogy, ugye? Így valahogy. Úgy is. Visszaállod így is, úgy is. Visszaállom így is, úgy is. Visszaállom így is, úgy is. Ütetjük a verdát. Mindig. Na. Oké, akkor most kell levegőt súgni. Ó, jaj, Sanyi ne. Ugye most be van kapcsolva ez a rotate grabber. Nem kell nekünk, kikapcsoltuk. Nem egyszerű móka egyébként, elmondom nektek gyerekek. Azért van problém, várjál. Most ugye 6-os grabelt kell kapcsolni. Azért itt azért van fönforgása a kipernek. Na, úgy lesz a jó. Seggedet megfogjuk, azt instant emeljük, mint a bolondok gyerekek, figyelj. Oh yes. Nem tudom magasabbra emelni, More. Bele kell küzdeni, akárhogy is. Akárhogy is, gyerekek. Na. Ez szerintem így jó. Nem rossz. El kéne engedni, szerintem beleesne, nem? Engedjük-e testvérem. Ne, kipattanik. Jó ez így. Szerintem jó. De odébb kéne vanszorogni ez a verdával, testvéreim. Ez elfordulok. Ezt meg pont így betolja, figyeld neki. Dír. Azt hittem. Jó, nem baj. Szerintem figyeljetek, ki kandikál a csávó. Jó ez. Na, várjatok, akkor ezt ezzel odébb kéne menni, mert miért ne. Mennyi üzemanyagunk van? 49 liter. Megindulunk vele, mint a tavaszi virágok arra befele. 9-es gombot meg kell nyomni, mert elhúz a keeper, mint a kert. Csodásan vágtad felfele. Ne is mondjad. Miért nem megy?
Mit korkorál le ennyire? Várjatok gyerekek, bajok vannak. Szerintem a krént az vissza kellene állítani, lehet, hogy ez a probléma. Lehet, hogy valami fennforgás van. Na, most aztán adjál neki, Sanyi. Nincsen összkerékbe, diffi bekapcsolva. Nem tudom, nem indul meg, gyerekek. Lekotkodál. Kezdi, ezt jó vagyok. Ugye kifogy egyébként 13 liter, de nem tudom, miért nem indul meg arra. Erre előre akarnám. Nem indul. Lehet, hogy be van. Jó van, most fogyott ki. Jó van, oké, nem, semmi gond. Egyébként terv szerint megy ennek a dolgok. Viszont ebben most van csodálatos 100 000 literünk, és akkor megcsináljuk azt, megpróbáljunk. Figyeljetek, szerintem itt ha bele tudok menni a vízbe, simán gyerekek, nem kell tökörni. Milyen mély ez a víz? Hallod? Hol van ez a víz? Bele, hadd menjek. Ohohoj, Sanyi! Adjál neki. Hopp! Hopp, 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 hopp. Ez nem is ural, de ural. Egyébként miért izé, miért ilyen... Ja, mert nincsenek licenszelve járművek. Hát az uralgyál nem adta az engedélyt. Jaj, figyeld, várjál! Hogy? Várjatok, megoldom. No problem. Na, tolassunk vissza. Zsiguli van, zsigubiguli. Nem tudunk elférni zsigubigulitól. Megoldom, hallod? Megoldom. Figyelj, ne legyen a nevem Tibi. Várjál, baj van. Baj van. Áj! Baj van. Baj van! Baj van! Hát most az nem a legjobb. Azt hisz nem a legjobb. De várjál már, miért? Most lesz a jó. Az utolsó pillanatban mi ment egyet a kipör csodálatos modon? Utolsó pillanatban, gyerekek, ne viccelj. Húj, lemegy a nap, hallod? Kellene aludni egyet, tudjátok miben alszok? Az exkavatorban. Skip night! Na, jó, elviszik a fajon keresztül, végig megyünk vele, végig veretjük, mint az őrültek. Azt akkor megnézzük, hogy mennyire mi a merülési mélysége. Miért nem lehet skip night-olni? Biztos izé van? Kifogyott a üzemanyag azért? Vagy mi? Na! Szeretném skip night-olni. Vagy mi is? Start engine? Hát ez nem fog elindulni soha életbe. Lehet, hogy még nincs elég sötétám egyébként. Mindjárt megnézzük gyerek. Nyugodjatok meg. Átmegyünk a izébe, ebben hát ha beengedi. Ebbe se engedi, úgyhogy nem ez a problém. Exkravátor, abban akarok aludni. Még mindig nincs skip night, ugye gondolom még nincs éjszaka, várjatok, ez mindjárt lesz fő. Ilyenkor nem is tudom izélni, semmit sem irányítani, mi? Hopsz, most lett a éjszaka. Na, hát ezt figyeljetek, azt mondja, hogy az 568 liter üzemanyagomba kerül, hát akkor vondd le testvérem. Vondd le nyugodt, egész nyugodtan, a tiéd az összes, ami a tankban van. Na, figyeljetek, annyi az egész, hogy ezt ki kell pányváznom, mert baj van. Nyomunk egy start engine, meg nyomunk egy ilyen izét. Csuda dolgot, azt ide kikötöm ezt a verdát. Nem drive-ra, hanem púra rakom. Így. Ennyi gyerek, ennyi. Oda van küzdeve. No probléma, adjunk neki, Sanyi. Leesni nem tud. Na, mondom, induljuk meg. Azért ez a tolatás hang, ez azért nem egyszerű. De gyerekek, belevágtatok a folyóba, hallod, azért is. Kíváncsi vagyok. Hát ha meghalunk, egyszer élünk, gyerekek. Sima liba gyerekek, nem kell itt nekünk izélni, tökölni. Egy izé az simán elmerülne, egy normál autó. Mondjuk a zsiguli az szerintem plafonig. Úristen. Na ez jó, ez tetszik a kipörnek. Visszük a verdákat. Szakszerűen, okosan. Sima liba gyerekek. Még a lábam se lett vizes. Ne vicceljél. Ne viccelj testem. Kicsit nehezen fordul a gép egyébként. Bők, pörök, minden csinál. Tutol. Na, adjál neki.
Hallod itt tényleg, mekkora izé van a helyben, gyerekek? Ekkora teraszom lenne, ott lehetne sütögetni kint, figyeld el, izé, felirat alatt, tetőjükben. Itt sem semmi problém. Egyébként visszafele, micsoda sodrás van, hallani? Nem elvisz minket a víz, nem hiszem, várjál, hadd nézzem meg, mi, hol járunk? Hol járunk, testvéreim? Hát akkor itt ugye, itt el fogunk fordulni arra, és akkor a cél az az lesz, hogy a Lock Stationbe elérjünk. Vagy a Full Stationbe, és akkor az lesz a projekt. Hallod, víz, víz a víz, more, ne. Ne csináld. Megrosdál az alja a gépnek. Na. Ez figyeljetek, ez nem volt egy erős vállalkozás. Itt a gázlónál nézzétek, milyen kis izé, alacsony a vízállás. Az a baj, ugye nem összkerekes a gép. Mert nem szereti a izé fordulókat, mert ugye nem nagyon akar el, nem nagyon akar elfordulni. Jó van, na. Kiadta. Mondtam én, hogy a zsigulival lehet akárhova jutni, hát az bírja az a utó, ugye? Sárat, sárat szeretjük ezzel? Igazából meddig tudnánk esüllyedni? Mi? Sem eddig. Hallod, a zsiguli az elférne alatta, nem? Zsigubigule. Azt ott meglöntjük, jó? Leöntjük a gépeket, ez lesz a projekt. Ez lesz a magas röptű vállalkozás. Egyébként a fákat ugye nem lehet kivinni sajnos. Mert ugye... szuper jó fizika van a Mudrunnerbe. A kisebbeket ki tudod vinni, de ezeket a nagyokat nem. Most például itt ugye itt csokorba lehet szedni őket. Úgyhogy ezzel nincsen gond, figyeld. Na, csak az a baj, nem megy gyorsan. Egy per egy sebességi fokozat van, hallod? Nézd, hogy lentkerekes vagy, mert mi az? Röpsúlyos, mint a babetta, hallod? Hát ezeket egy kidörgöli gond nélkül. Karácsonyfa, az elment borér, úgy... Ja, hát szépen lehet vele beretni, de ugye ezeket a nagyobb fákat, ha jól sejtem, erről úgy lepattarunk, mint a rony. Ugye? Most éppen legel a gép. Az igen. Kezdi a lada, megsérült egy icipicit. Na hát, hogyha ilyen problémák azért elő... Ez a Dávid valamilyen izét. Valamilyen achievementet elértük jala, de az meg egy kicsit megsérült, nem nagyon. Na, azért van itt sár, hallod-e? Viszont vannak széles kerekek. Kerekecskék, ja, kerekecske gombocska, de az a, na, ilyen kis kenyőfákat ezeket ugye kidörgöli. Frankon, na ide öntsük ezt. Ez se törik hiába van eszáradva. Hát lehetne a fizikaiabb, ugye? Na! Döntsük le a verdákat. Szépen ide beállunk okosba. Hogy újra is tankoltunk 1600 litert. Nem, remélem nem én nekem kell kifizetnem, mert akkor baj lesz. Na, nézzük, hogy hogyan adja ez. Elvileg 4-es. És akkor... Nem tudok messzebb eltávolítani, sajnos. Hallod? Azért van tapadás. Na, menjen. Ja, mert azért már nem van az a... Na, hagyd anyjál le. Hogy zsiguli is. Zsiguli is! Úgyni. Ja, itt előttem fa van. Elnézést, elnézést. 4-es, Kurkov. Pace, nem van, fölvesznek most meg. Videóra fölvesznek. Mi az a helyzet, ötös? Lépcső, hallod? Várj, elvileg a lépcsőt lehet cseszegetni. Nem, várj, állj. Négyeset kapcsoljuk ki. De van egy ilyen, hogy lépcső. Ja, fel lehet húzni, meg le lehet engedni, ennyi. Semmi extra. Na. Még egy valamit ki akartam próbálni, akkor nem is kipróbálni, hanem nehogy már ne bírjuk ki. Nehogy már kibírjuk, hogy ne dirib darabra zúzzunk a gépeket. Destroy. Destroy van, gyerekek. Oh.
Sanyi! Mit csinálsz a verbe alatt? Az durva azért, na. Hát megyek rajta akkor is. Megszületik a kis autó, gyerekek. Úgy. Nehéz szülés volt. Na, ez most pont így elfér a izé. Két kerék között. Gyerekek, ezt a izé... Most születik a izé. Most születik a kis gép. Oda nézzetek. Jaj, mindjárt megszületik a fejem, aki itt van. Jaj, hát gyere kifele. Gyere. Ma itt van. Ma majdnem meggyört. Úgy. Tudom, nem csak arra hasonlít. Ó, megszületett? Jaj, egy kicsit összenyomódott. De hát egyébként ez a miénk, úgyhogy szeretni fogjuk. Hol van el a da? Ne... Nehogy már 100%-ig lesebződött. De vajon mitől? Hallod? De vajon mitől? Hallod, behorpadt az ajtó. Hallod, összekócoltuk a tetején a izé rácsot. Nem is tudtam, hogy le van ilyen horpadás, hogy egyre brutálisan behorpad. Na jó van, hát igazából megkapta magáért. Köszönjük szépen a figyelmet, jók legyetek, aztán csácsúbi csöltészta meg. Ja, jaj, az első videóban, amiben el fogom mondani, hogy dobj egy lájkot, meg iratkozzál fel, ha hasonló tartalomra van számítva, akar-e, nem tudom kimondani. Szevasztok, sziasztok!